családbarát települést építünk, hiszen a magyar gyermekek a legfontosabbak. Közel hat esztendővel ezelőtt, amikor az ásotthalmiak polgármesterükké választottak, akkor a településen mindössze 73 gyermek járt a mögöttem látható óvodába. Most pedig idén szeptemberben 117 gyermekkel kezdtük el az új nevelési évet. Az elmúlt időben, az elmúlt esztendőben 130 millió forintból megújult a mögöttem látható óvodai épület, kívül belül új épület lett, illetve építettünk egy új bölcsödét, így hosszú évek kihagyása után újra van bölcsödei szolgáltatás is a településen, és a két épület egy új intézményt is alkot. most már, az új intézmény pedig felvette a Mátyás király óvoda és bölcsöde nevet. Ezen kívül a településünkön játszótereket építettünk, egy központi új játszóteret mászófallal, a Szent Istvántéri parkunkban, külterületen. Gátsoron egy játszóteret hoztunk létre, illetve Kisoron az Ásotthalmi Nemzetközi Határátkelő hely mellett a Délvidéki Emlékpart területén egy magyar történelmi ismereteket is nyújtó játszóteret építettünk. Emellett fontos az, hogy erdővé tudott terebélyesedni az a Gólyaliget, ahol minden ásotthalmos születő magyar gyermek kap egy kis csemetefát és próbálunk odafigyelni a gyermekek egészségére is. Ennek jegyében a gyermekorvosi rendelő, illetve a, a védőnők számára munkáját szolgáló épületet azbeszmentesítettük és felújítottuk, és a településünkön, ahol csak lehet, próbálunk a gyermekek számára is programokat létrehozni. Büszke vagyok arra, hogy ma Ásotthalmon egy mindössze 4000 lakosú településen a bölcsödétől egészen a középiskoláig, tehát a felnőtté válásig vannak kiváló intézményeink, valamennyi intézmény megújult az elmúlt években, bölcsöde, óvoda, általános iskola és egy erdészeti középiskola is működik Ásotthalmon. Tartsanak velem, hagy mutassam meg azt, hogy mivel is bővítettük, hogyan is újult meg a mögöttem látható Mátyás király óvoda és bölcsöde. Itt látható az a konyha, amely bármilyen európai szabványnak megfelel. Nyugodtan lehetne Svájc, vagy éppen Norvégia, vagy Ausztria, bármelyik óvodájának a, a konyhája. A legmodernebb légcserélős rendszerrel, eszközökkel, sok millió forintból újult meg ez a konyha. És ki is bővítettük magát az épületet, a konyhát, itt látható az a hátsó rész, ahol be tudják hozni az ételt, ételszállításra, és alkalmas hátsó részt is kialakítottunk. Itt pedig az a rész, amivel bővült maga az épület, egy torna szobát hoztunk létre. Egyébként is rendkívül fontos számunkra az, hogy a gyerekek, amellett, hogy a lehető legegészségesebb élelmiszert kapják, amellett pedig folyamatosan tudjanak mozogni, tudjanak játszani. Itt vannak a kis bordás falak, és ami nem látható az az, hogy több 10 millió forintot nyertünk EFO pályázaton az elmúlt években, amely pályázatoknak köszönhetően a Murahalmi fürdőbe, úszodába tudjuk a gyerekeket már óvodáskortól szállítani, ahol úszásoktatáson vesznek részt, itt pedig mozgáskultúrát fejlesztő foglalkozásokat is tartunk számukra.